Váltsd velünk valóra, a műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, mielőtt munkába állunk, mik azok a dolgok, amelyeket mindenképpen tisztázni kell. Kaptam egy munkaszerződést, mire kell nagyon odafigyelnem, mielőtt aláírom, és mire ügyeljünk kilépéskor. Ezekre keressük a válaszokat, vendégünk dr. Hajdú Dudás Mária ügyvéd. Én Gyükeri Mercedes vagyok, én pedig Stolcsov Iván, és ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Mária, köszöntünk a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. És köszönjük a hallgatókat is. A mai témánk az, hogy hogyan is lépünk be egy munkahelyre. Ugye az, hogy megegyezünk a jövendőbeli főnökünkkel, az csak az első előtti lépés, utána egy nagyon hosszú folyamat kezdődik. Mi az, mik azok a dolgok, amiket akár már a szerződés aláírása előtt a jövendőbeli főnökünkkel mindenképpen tisztáznunk kell? nyilván azokat a kérdéseket, amelyekről egyébként a munkaszerződésnek is rendelkeznie kell. Fő kérdés az, hogy mit és mennyiért. Ugyanis a törvény előírja, hogy meg kell állapodni a munkakörben és a munkavállaló alapbérében. Természetesen az álláshirdetések azok már azért tartalmazzák a munkakört. Az, hogy a munkaköri feladatok közé mi tartozik, alapvetően, ha nem rendezi jogszabály, akkor a munkáltató jogosult meghatározni, életszerűségi és szokásjogot figyelembe vivel. Tehát természetesen, ha a takarítónőnek alkalmaztak, akkor nem fogok gyógyítani de egyébként azt ő fogja majd megmondani, hogy konkrétan mi az, amit én kitakarítsak. Az, hogy mennyiért, azt pedig a, a törvény annyit ír elő, hogy az alapbérben kell megállapodni. Minden egyéb a mondjuk 13. havi fizetés, nem tudom, kafetéria, személygépkocsi használat joga. Ezek az, hogy most a munkaszerződésben rögzítik el a felek, attól függ, hogy a munkavállaló mennyire van jó alkupozícióban. Neki az az érdek, hogy a munkaszerződésben rögzítsék, hiszen akkor annak az elvételihez szükséges lesz a munkavállaló hozzájárulása. Ehhez képest, ha a munkáltató belső szabályzatban biztosít mondjuk gépkocsit, vagy karácsonyi jutalmat, és ezt a szabályzatot határozott időre állapítja meg, akkor lehet, hogy egyik napról a másikra a találja magát, hogy ő már mégse kap 13. havi fizetést, nem kap gépkocsi használati jogot. Az a szuper, hogy ma már egyre inkább olyan jó pozícióban vannak a munkavállalók, hogy előre megkapják a munkaszerződés tervezetét. Fizikai munkavállalókra sajnos kevésbé jellemző, de hogyha megkapják előre, akkor, akkor ugye jó alkó Tehát átnézik, nem feltétlenül kell jogász segítségét igénybe venni, attól függ, hogy milyen ez a munkaszerződés. Sok munkáltató szereti, hogyha terjengős a szerződés, mondjuk 8-10 oldalas, de semmi értelme, ezekben csak a jogszabály szövegét ismétik. Azt kell rögzíteni, lehet pöpec munkaszerződést készíteni két oldalban, de nyilván, azt kellene alapvetően benne rögzíteni, hogy mi az, amitől eltérnek a a törvényben foglaltaktól. Amiben még, tehát a törvény kötelezően ennyit ír, hogy ebben kell megállapodni. Az, hogy hol, már nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, tehát, hogyha nincs benne, beíríthatják a felek hogy hol van a munkavégzés helye, de ha nincs benne, akkor a munkakörben szokásos munkavégzési helyet kell munkahelynek tekinteni manapság sokszor lehetni még mindig olyan munkaszerződést, amiben szerepel az, hogy változó munkavégzési hely, ez már nem, nem érvényes kikötés. Tehát könnyedén, hogy a munkáltató hátradőhet, hogy beleírja a munkaszerződésbe, változó munkavégzési hely, aztán a munkavállaló elkezd dolgozni mondjuk Budapesten, aztán azt mondják, hogy hát te menj Debrecenbe holnaptól, hiszen itt van benne a munkaszerződésedben, hogy változó munkavégzési hely. Ez így nem érvényes kikötés. A munkavállaló nem köteles Debrecenbe lemenni, hanem meg kell nézni, hogy akkor az adott munkakörben mi volt a szokásos. Ha mondjuk és a többi üzletkötő lemegy, hát, akkor nyilván neki is le kell mennie. Aztán a munkavállaló, hogyha megnézi a munkaszerzést, akkor azért arra ügyeljen, hogyha mondjuk azt szerepel a munkavégzési helyként, ami mondom nem kötelező rögzíteni, a bég is belekerül, hogy a munkáltató mindenkori székhelye, telephelye, azzal is nagy csapdába kerülhet, mert erőfordulhat az, hogy mondjuk a munkáltató az átköltözik Ceglédről, nem tudom, Debrecenbe. És akkor, mivel a mindenkori székhely szerepet munkavégzési helyként, a munkavállalónak is mennie kell, de nyilvánvalóan nem fog tudni menni, hogy nem fogja magával rendszerelni a családját is átköltözni, tehát ilyen esetben kénytelen lesz megszüntetni a munkaviszony. Ehhez képest, ha a munkaszezővizsgálatban konkrétan szerepel, hogy pipa 19, akkor ha a munkáltató székhelye megváltozik, akkor bizony, ha a munkavállaló nem tud menni, akkor a munkáltató lesz kénytelen felmondással élni, és akkor végkéregítés, a felmondás időre járó távolít fizetni. És még egy fontos szempont, amit mondhatok, hogy nyilván a munkaszerződéssel kapcsolatban írásba kell rögzíteni. Ha nincs írásban rögzítve, akkor a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat a munkába lépést követő 30 napon. Ha érvénytelen egy jogviszony, akkor az azt jelenti, hogy a munkáltató köteles azonnali hatája felszámolni. És jelentősége azért van, mert sok munkáltató azt csinálja, mondjuk nem fogja írásban a munkaszerződést, aztán utána mondjuk 10 nap múlva vagy 20 nap múlva azt mondja, hogy próbaidőt azonnali hatályú felmondáson megszüntetem a munkaviszonyodat munkavállaló. Nyilvánvalóan, mivel nem kötöttek ki próbaidőt, hiszen az nem szükségszerűen a munkaszerződésnek, ezért nem lesz jogszerű a jogviszony megszüntetés. De úgysem működik, ha hétfőn elkezdek dolgozni, kedden kapok egy munkaszerződést, abban az esetben szerepel benne próbaidő, az sem érvényes kikötés ilyenkor a munkavállaló. Ha még nem akar azonnal perpatvarba keveredni a munkáltatóval, akkor azt tudja tenni, hogy tényleg a tényleges munkakezdés dátumát írja rá. Tehát azt a keddi napot, aztán ha mégis megszünteti a munkáltató, majd azonnal hatályú próbaidat, azonnal hatályú a munka, viszont akkor majd ráér a munkavállaló az igazát bizonygatni. Tehát, ha jól értem, akkor elkezdhetünk dolgozni szerződés aláírása nélkül, de akkor mindenképpen vissza kell dátumozni? Nem, 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 nem is kezdhetünk el. Nem Nyilván kezdhetünk a munkáltatónak kell rendelkezés. Hát, ha nem ad, akkor szegény munkavállaló mit tud csinálni? Ragaszkodhat hozzá, persze add ide. De hát azt szokták mondani, jó, majd holnap, holnap után. Hát ez a munkáltató felelőssége. Nem, nem, semmiképpen. Itt pont ez a lényeg, hogy ne datálják vissza, hanem a konkrét dátumot írják rá és akkor megkapta az ember a munkaszerződését, és mondjuk úgy dönt, hogy neki azért azt túlzott macera lenne, hogy egy ügyvédnek megmutassa, reméli, hogy annyira nagyon úgy severik át. Mire kell nagyon odafigyelni, mielőtt aláírja, hogy tényleg, tényleg ne verjék át? Mi az, ami, eh, amit gyanakvó szemmel nézzen? Megvan-e benne? Hiányzik-e belőle? Eh, mi az, amire mindenképp kérdezzen rá, hogyha nincsen ott? ami kettő dolog szerepeljen benne. Nyilván a adatokon túlmenően, amit mondtam, a munkavállaló munkaköre és alapbére. Ezen túlmenően részleteiben olvassa végig. Nyilván nagyon fontos, ugyanis a törvény számos olyan rendelkezést tartalmaz, ami, a, amelyektől el lehet térni a munkavállaló hátrányára, és lehet, hogy a cseles munkáltató tényleg ezeket írta bele. Mondjuk felmondási idő, ha a munkavállaló mond fel 30 nap, ha a munkáltató mond fel, akkor a munkaviszonyban töltött idő arány vagy függvényében változik. Ehhez képest a felek megállapodhatnak abba, hogy a, hogy a felmondási idő ennél hosszabb, legfeljebb 6 hónap. Tehát lehet, hogy ezt fogják belénni, hogy a felmondás és én a felmondási idő 6 hónap, és nem biztos, hogy azt a munkavállaló vállalni kívánja például ilyen a szabadságkiadása a munkavállalót megilleti, hogy egybefüggő 14 naptári napszabadságot adjon ki részére a munkáltató. De erről le lehet mondatni a munkaszerződésben a munkavállalót, tehát hogyha ez szerepel benne, akkor nyilván erre is mondhatja, hogy bocsánat, én ezzel a feltétel nem szeretném aláírni létezik aztán olyan, hogy a, a felmondási jog kizárható a munkaviszony létesítésétől számított egy évig. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor és két oldalú, tehát akkor egyik fél sejhet felmondása, nem biztos, hogy a munkavállaló ezt szeretné, mert lehet úgy dönt, hogy most akkor ő még nyilván próba idő követően játszik ez is, lehet, hogy ő negyedik hónapban szeretne máshová menni. A munkaközi szünettel szoktak visszélni sokszor a munkáltatók, alapvetően ez 20 perc, hogyha ha nem érél a 9 órát a munkavízis 9 órát meghaladó munkavízis esetén 45 perc. De a felek megtetik, hogy megállapodnak abban, hogy a munkaközi szünet tartama 60 perc. Sok munkáltató azt csinálja, hogy akkor beleírják, hogy munkaközi szünet 60 perc, és akkor ezzel ténylegesen meghosszabbítják a munkaidőt. Tehát nem a munkavállaló tényleg nem munkavégzéssel tölti, hanem, vagy munkavégzéssel tölti, hanem nem, nem is. Nyilván van, aki igen kávézgat, meg beszélget, de, de azért ez ez sem jellemző. Tehát, hogy nyilván, ha a munkáltató üzlete az 9 órát van nyitva, akkor azért már nagyon ö, ö, látható lesz, hogy, hogy ki, vagy megpróbálja kijátszani a szabályokat azzal, hogy 60 perces munkaközi szünetet köt ki. Bizonyos személyek jogosultak bizonyos adókedvezményekre, illetve vannak olyan munkavállalók, akik után a munkáltató jogosult bizonyos adókedvezményekre. Például egy egyszerű példa, hogy valaki 25 év alatti, vagy megváltozott munkaképességű. Ezeknek a dolgoknak szerepelniük kell a munkaszerződésbe, vagy ezt másképp kell rendezni? Mm, másképp kell rendezni, és nem kell szerepelniük. Jogszabály, amit jogszabály rendez, az soha ne írjuk bele. És én ezt a MT-re is mondom, tehát, hogy Például, nem tudom, munkavállaló gondatlan károkozása esetén a, 4 négy havi díj felel. Most ezt beírja a munkáltató a munkaszerződésbe, aztán lehet, hogy módosítani fogják a törvényt, és az lesz benne, hogy 6 havi távolíti díj felel mivel a, ettől a szabálytól el lehet térni a munkavállaló javára, ezért ez a munkaszerződés kises kikötés érvényes maradt. Tehát akkor hiába lesz egy hatás jogszabály rendelkezés szerint, hogy hat havi távoli élet, felelősségre vonni a munkavállalót, mivel a szerződésben négy havi szerepet, mert a munkáltató beidézte a többi rendelkezéseit, hát így a négy havi tudja ezt a, a munkavállalón. Tehát, hogy a, amit mondtál, az is, ha jogszabály rendezi, akkor nem kell beleírni. Tehát, hogy gyakorlatilag egy csomó munkaszerződésben uh, szerepel is egy olyan mondat, hogy uh, mindenben, amit ez a szerződés nem rendez, a munkatörvénykönyve az irányadó. Ez lenne a szép, hogyha legtöbb a legtöbb szerepel, mert az a szuper, de általában meg ja. be is idézik. Ezt kellene, igen, pontosan, de egyébként beidézik a, nem is csak az mt hanem beidézik, nem tudom, szerzőjogi törvény, titoktartásra vonatkozót, hogy um, persze mihez tartás véget, vagy sokszor benne van, nem tudom, éneket lehet, hogy titoktartás esetén a megszegi a munkavállalók fizesen egy millió forint kötbért. Ez egy érvénytelen kikötés. Um, de beleírják a munkáltatók, ha tudják, hanem csak talán van, aki mihez tartás véget, hogy a munkavállaló az tényleg legyen csendben, különösen, hogy a saját munkabérére vonatkozóan kell, vagy kérdeznék meg. De egyébként felesleges ezeket beleírni. És nézzünk néhány olyan uh, helyzetet, ami ami följön a mindennapi munkavégzés során, de valószínűleg a legtöbb ember nincs azzal képben, hogy, hogy ezt a munkaszerződésben kell -e rendezni, vagy valahogy máshogyan. Tehát hogy az olyan helyzeteket, mint például, hogy mennyi home office enged a cég, vagy például, hogy a munkaidő után kell -e a dolgozónak biztosítani azt, hogy őt elérhessék akár csak telefonon, vagy teszem azt mobil használat, közösségi, közösségi média használata. Itt kell -e ezekre odafigyelni a munkaszerződésben, vagy ezeket valahogyan máshogy oldják meg? A munkavállaló akkor jár jól, ha mindent a munkaszerződésben rendeznek, de hát nyilvánvalóan is íló, ez nyilvánvalóan és csak egy szép álom, inkább így mondanám. Mert ha a munkaszerződésben rendezzük ezeket a kérdéseket, akkor a módosításhoz majd szükség lesz mindkét fél hozzájárulása. Természetesen a munkáltató az, nem, így, nem így jár el, ami érthető, én sem, én sem ezt tennék, hanem belső szabályzatban rendezem. Azért van néhány dolog, amit, amit amit lehet munkaszerződésben, mondjuk azon kívül, hogy mindenki térek azokra a kérdésekre, amit kérdezte, csak hogy például a munkaidőbeosztás joga. Az a munkát a egy oldalú joga, egészséges és biztonságos munkavízés követelményére ő osztja be. De az is lehet, hogy megállapodnak a felek, hogy bele, belekerül a munkaszerződésbe, hogy munkavállaló hétfőtől péntekig 8-16-20-ig dolgozik. Ez egy szuper a munkáltató, vagy hiszen akkor nem fogja tudni a munkáltató módosítani a nélkül. De ugye ezt sem szokták a munkáltatók, hanem akkor szépen közzétesznek egy beosztást, aztán bármikor alkalmazhatnak a munkaidőkeretet, elszámolási keretet. Vagy eszem, tehát ezt, igazából ezt ők fogják, ő a munkáltató határozza meg, hogy hogy hogyan osztja be a munkaidőt. Vagy ilyen példa, hogy mondjuk a rendkívüli munkaidőnek az elrendelése. Nyilván vannak korlátok, hogy mi az az eset, amikor a munkáltató nem rendelheti el, de egyébként csak a méltányos mérlegelés elvétköteles figyelembe venni, de ő fogja megmondani, hogy akkor mikor, milyen esetekben kell túlmunkát el, vagy milyen esetekben mondja a munkavállalónak, hogy dolgozzon tovább a konkrét kérdésedre rátérve, a munkavállalót munkaidejében munkavégzési kötelezettség terheli. Tehát ettől kezdve, ha én ben dolgozom és mondjuk a, éppen a kőművessel beszélgetek forró vonalon egész nap, hogy hogyan épül fel a házunk, hát az nyilvánvalóan ezzel lényegesen megszeg meg a kötelezettségeimet. ez lényegesen megszegem a munkakai kötelezettségeimet. Ezzel szemben, ha egy kolcenteres nem telefonál, vagy egy tehergépjárművezető, akkor meg meg a kötelezettségét. Tehát, hogy azért mindig a helyzetről vagy adott esetet kell megvizsgálni. Az a kérdés itt is, hogy van-e a munkáltatónak belső szabályzata a telefon kapcsolatban. Ha van szabályzata, és azt mondja, hogy teljes mértékben tilos, akkor a munkavállalók ezt kötelesek betartani, abban az esetben is, ha egyébként ezzel ennélkül, tehát el tudnák látni a feladataikat, akkor sem szabad telefonálni. Vannak kivételek, hogyha mondjuk a gyermekem beteg, vagy a, a feleségem éppen ö, most ad életet a közös gyermekünknek, akkor persze a munkáltató köteles engedélyezni azt, hogy a telefonomot legyen mellettem, és adott esetben felvegyek, vagy beleszóljak. Ha pedig az van a szabályzatban, hogy engedélyezett a telefonhasználat, akkor azt is meg kellene nézni, hogy milyen körben. Főszabály szerint a munkaközi szünet az arra való, hogy telefonáljunk, és akkor hogy nyilván meg lehet tenni, de azért ennyire nem rugalmatlanul a a általában szokták engedélyezni. Az is fontos viszont bizonyos munkakörök esetén, hogy a munkavízis megszakításával telefonáljunk, tehát egy nem tudom, szalagmunkát végző munkavállalónál, hogyha elkezd pötyögni hogy a telefonja SMS-eket, ír lehet, hogy visszafordítatlan következményeket okoz, hogyha ő most nem szakítja meg a munkavégzést ezzel zárójel, ha valakinek éppen születik a gyereke, és nem engedik el a munkából, akkor, akkor gondolkodjon el azon, hogy mondjon fel a szerk. Térjünk vissza arra, akkor még egy kérdésre egyik, hogy akkor a home office mi a helyzet? Tehát, hogy hány napot lehet maradni otthon, mennyit kell bemenni, ezt kell -e tisztázni a szerződésben, vagy ezt máshogy oldják meg? szintén a kiinduló pont itt is a munkáltató belső szabályzata lesz. Érdekes ez a home office, mert ugye a távmunkavízist azt mindenki most már szinóninként használja, ami rendben is van, 22. június egy óta van ez, hogy, hogy a távmunkavizis korábban csak akkor beszéltünk arról, hogy a látja valaki a feladatait, hogyha teljes mértékben távol volt, tehát a hét, a napjában, vagy nem tudom hány napban dolgozott. Most részben vagy egészben a a telephelyétől elkülönült helyen dolgozik a munkavállaló, azt felel meg a távmunkavégzésnek, és a home office is ide tartozik azzal együtt, hogy hát ez otthoni munkavégzést jelent a távmunkavégzés, meg bárhol egyébként a munkáltató belső szabályzatában rendezi. Nem mindig, tehát hogy van, hogy nem szabályozzák a munkáltatók, hanem van egyfajta gyakorlat, aztán azt követik. Csak azért jó, hogyha ezt rögzítik írásból, mert akkor nyomon követhető. Azt mondja nekem a munkáltató, fontos, hogy egyébként írásba kell rendezni. Tehát, hogy amellett, hogy van egy szabályzat, azért rögzíteni kell azt is, hogy hogy akkor én, mint munkavállaló elmehetek. De ez elegendő olyan szinten is, hogy mondjuk az ma a szabályzat, hogy a munkavállalók jogosultak, kérem, esetén nem tudom, hétfőn meg kedden home office -a. De akkor is akkor a munkavállalónak kérni kell e-mail, vagy akkor kérem, hogy hétfőn meg kedden kapja a home office. Nyilván, ha rendszeresen, akkor, akkor ezt e-mailezik. Tehát valamilyen írásos nyoma kell legyen, mert meg kell állapodni róla a feleknek, az nem kérdés. Most már a távmunkavégzés és a home office ismeri azt, hogyha a számítástechnikai eszköze végzem a munkámat, illetve nem azzal. A számítástechnikai eszköze végzem, abban az esetben a munkáltatónak előzetesen tájékoztatni kell a munkavállalót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményéről. Ezt a munkavállaló elolvassa, és ennek figyelembevételével megállapítja, hogy ő hol fog a továbbiakban dolgozni. Ha nem számítástechnikai eszköze végzem a dolgomat, mert otthon nem tudom, gyöngyöt fűzök, vagy, vagy varrok, abban az esetben távmunkában, vagy homofizban, abban az esetben pedig a munkáltató előzetesen munkabiztonsági szempontból megnéz, hogy hol végezne munka, munkát a munkavállaló, ezt minősíti is, onnantól kezdve azt mondja, hogy ez lesz a munkahelyed, ezt nem változtathatod meg, csak az én hozzájárulásom mellett. Tehát valahol itt válik el a kettő. Az a lényeg, hogy szabályzat. Szabályzatot kell mindig megnézni. Ha nekem nem engedi meg a munkáltató, akkor megnézem, hogy abban a szabályzatban vajon miért térek én el attól a munkavállalótól, akit megillet. Természetesen a munkáltatónak be kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét. Tehát ennek során nem lehet azt, hogy nekem megengedi, a másik kollégának nem, miközben egyébként azonosak a körülményeink. Ha nézzük azt az esetet, amikor távozunk a munkahelyről. Ugye ennek két alapvető módja van. Az egyik az, amikor a saját szándékunk az, hogy távozzunk, és a másik, amikor a munkáltató mond fel nekünk. Nézzük az első esetet, találtam egy másik munkahelyet, úgy döntök, hogy távozok. Ilyenkor mik azok a szabályok, amiket mindenképpen tiszteletben kell tartanom, illetve mik azok a dolgok, amelyekre a felmondásnál nagyon alaposan kell odafigyelnem. Ha a munkavállaló mond fel, akkor a felmondási idő 30 nap. Ezt írja elő a törvény. Ha csak a munkaszerződés el nem tér ettől, ugye ahogy az elején beszéltünk róla, lehet, hogy olyan csapdába kerül a munkavállaló, hogy 6 hónapos a felmondás ideje. Általában, ha új helyet találtak, akkor igyekeznek minél hamarabb kezdeni. Tehát ez a 30 nap is kicsi, nehézkes ledolgozni. De minden esetre, ha a munkavállaló mond fel, akkor minden 30 napot köteles munkában tölteni, munkavégzése, kivéve ha ettől a munkáltató eltekint. Persze sok munkavállaló van, aki ilyenkor elmenekül, és azt mondja, hogy hirtelen beteg leszek. Hát a munkáltatónak szíve joga ilyenkor ne a kezdeményezni, azért nem annyira szoktak ezek a egy hónapos, meg nem is nagyon tudja az orvos egy hónapra kéni, mondjuk legalább két, 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 hétre, de nem is nagyon szoktak eredményre vezetni. Nyilván van szabadsága, kérje a kiadását. Attól függ, hogy még ne volt nélkül ez a munka a, vállaló a cégnél nyilván a munkáltatók is annak függvényében döntenek. másik, ami fontos, egyébként, ha nem dolgozza le a felmondási idejét, és mondjuk azt mondja, hogy otthon vagyok, nincs is igaz, tehát nem is tudja kimenteni a távolítit, abban az esetben jogánesen szünteti meg a munkaviszonyát. Így a munkáltató bírósághoz fordulhat és kérheti a felmondás időre járó távolléti díját a munkavállalónak, tehát egy havi bérjét be tudná perelni, hát ezzel sem nagyon szoktak bajolni a munkáltatók. Fontos még az, hogy át kell adni a munkakörét, ez azért készüljön egy átadás átvételi jegyzőkönyv. Ha nem, a, a munkáltató biztosítja a feltételeit, ha nem biztosítja, akkor azért a munkavállalónak fel kellene hívni, hogy biztosít a feltételeket, ugyanis ugyanaz van, ugyanaz a jó következménye, mintha nem dolgozná le a felmondási időt, ha nem adja át a munkakörét, akkor jogányosan szünteti meg a munkaviszonyát, is, ugyanúgy kötelezhető a felmondási időre járó távolíti idő díja megfizetésére. Ha ez a felmondás esete, ha a munkavállaló azt mondja, hogy azonnali hatályú felmondásra szünteti meg a jogviszony, mert a munkáltató lényeges kötelezettségszegést követett el, nem tudom, nem fizetett munkabért, a közvetlen felettese minősítetetlen hangnemben beszélt vele, nem tesz leget a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének. Abban az esetben indokolnia kell. nyilván egy felmondást nem kell indokolni, de írásba kell foglalni, egy azonnali hatályú felmondást pedig muszáj indokolni, tehát ott le kell írni konkrétan. Tehát, a munkavállaló is kezdeményezhet azonnali hatályú uh -huh. felmond... Igen, nyilvánvalóan nem várható el tőle, hogy egy olyan jogviszonyt, amit már nem lehet fenntartani, ő most azt fenntartson és dolgozzon. Mm. És ilyen esetben milyen indokot fogadhat el a, a munkáltató? Hát az, hogy elfogadja, az jó kérdés. Ilyen indokok lehetnek, hogy mondjuk drágár kifejezést használ vele szemben a közvetlen felettes, nem fizeti meg a munkabérét. Ö, nem, nem tesz nem, rendszeresen túl, rendkívüli munkaidőre kötelezi, és mondjuk az évig 250 óra, plusz van egy, ez ami itt a törvény engedi, ez, illetve van egy 150 óra, ami önként vele a túlmunka, hogyha mondjuk ezt meghaladóan, vagy, vagy, vagy akár mert csak ennyi, ennyi tartalmra is kötelezi, viszont nem fizeti ki a bérpótlóikot, ami erre a tartamra járna. Odaadja a fontos ez is egyébként az is, hogy a, a munkáltatói és követő 15 napon belül kell élni ezzel a jogával a munkavállalónak, odaadja a munkáltatónak az azonnali hatályi és azt mondja, hogy hát itt ezt vitatom, nem fogadom el. Abban az esetben a munkavállaló, ha, ha azt mondja, hogy ő ragaszkodik hozzá, ez, ez jogszerű volt, azért van jelentőség, a jogszerű volt-e, mert az azonnali hatályú felmondás, ha jogszerű, akkor alkalmazik el a munkáltatói felmondás szabályait, tehát a munkavállaló jogos út lehet felmondási időre járó távoléti és végkielégítésre. Ezért könnyű elképzelni, ha valaki 20 éve ott dolgozik, és Jön, nem tudom, általában lenni, mikor jön egy közvetlen új felettes és az a célja, hogy el lehetetlenítse el lehet a munkával a munkavégzését. Nyilvánvalóan önkit is nem fog fölállni, tehát akkor kénytelen lesz az azonnali hatályú felmondással élni, és ezt megfelelően indokolni. Tehát, hogyha a munkáltató azt mondja, hogy nem fogadja el az indokot, akkor munkavelő kénytelen bírósághoz fordulni, és ott neki kell bizonyítani, hogy az, amit leír, valós, okszerű, világos. Ha sikerül, akkor megkapja végkiregítést és a felmondás időre járó távoléti díjat. És természetesen van a harmadik opció, ez a közös megegyezés, amihez viszont szükség van a munkáltató hozzájárulására. Ha nagyon sürgősen kell kezdeni az új helyen. Mondjuk a 30 napot az, az alapvetően nem okoz problémát, de mondjuk egy hosszabb felmondási idő az igen, 30-60-90 nap azért az elég inkább elfogadott a munkaszerződésekben, vagy egyre gyakoribb, akkor akkor ezért előfordul, hogy kell a munkavállaló, vagy munkáltató konszenzusa is. Tehát bármilyen esetben, hogyha eltérnek az általános szabályoktól, akár ez egy teljesen békés elvállás, akkor az közös megegyezésnek mm -hmm. Akkor közös megegyezés, igen. És a munkáltató oldaláról ugyanezek az opciók vannak. Ha ő felmondást közöl, mert törvényes szigorúan hogy milyen okcsoportok közül választhat, hogy a munkavállaló munkaviszonyát megkényeztetni felmondásra. az lehet a munkáltató működésével összefüggő ok, létszámcsökkentés, munkakör megszüntetés, lehet a munkavállaló magatartásával összefüggő ok, nem megfő munkavíz, illetve a, illetve a, illetve a képességével, például egészségügyi vagy szakmai alkalmatlanság. Tehát a munkáltatónak is indokolnia kell a felmondását. És ugyanúgy ő is közelhet azonnali hatályú felmondást, amikor a munkavállaló lényeges kötelezettségszegést követel, alkoholos, ittas állapotban jelenik meg munkavégzés céljából, ő beszél minősítetetlen hangnemben a, a munkatársaival vagy közvetlen felettesével, nem, meg nem tudom, óriási károkat okoz. Tehát azért itt is mindig esetről esetre kell elvírálni. És akkor, ha már itt szó volt arról, amikor nem szép a búcsú, milyen esetben lehet, vagy érdemes egyáltalán perre menni? Attól függ, hogy mit tartalmaz a, az a jognyilatkozat. Tehát, ha a munkáltató szünteti meg, és mondjuk között a munkavaló egy felmondás, vagy azonnali hatályú felmondást, akkor, hogyha megnézed az indokolás és azt látod, ez pedig nem felel meg a valóságnak, vagy túlságosan szigorú büntetés, abban az esetben ez viszont azért mindig célszerű jogászakon konzultálni, mert egy pernek vannak komoly kockázatai. Ha a munkáltató szünteti meg jogányosan, a munkaviszony, tehát a felmondás, vagy azonnali hatályi felmondás indoka, ez a leggyakoribban más jogányos jogviszony megszüntetés is egyébként. Tehát, hogy ez nem felel meg a valóságnak, nem okszerű, nem világos. Abban az esetben a munkavállaló kérheti 12 havi távolít a megfizetését kátérítésként. Ez sem ilyen egyszerű, meg nem automatikus, meg közben terhelik a kötelezettség, meg kell kísérelni, elhelyezkednie. És az is előfordul, hogy a munkavállaló mondjuk a régi munkahelyén keresett 100 forintot, az új helyen keres 120 forintot, akkor viszont nincs kára, hiszen az új helyen többet keres, és akkor ilyen esetben viszont csak a felmondási időre járó távoléti a megfizetését követelheti. Tehát az a lényeg, hogy ezt azért célszerű mindig um, egy jogásztal egyeztetni, mert hogyha a pervesztes a munkavállaló, akkor perköltséget is fizet, ami minimuma a 12 havi távolítékének az 5%-a fizeti illetéket, ami 6%-a, ha csak nincs illetékmentessége. Tehát ez azért egy pernek komoly kockázata van, és az, hogy most a kérdést hogy mikor éri meg, az attól függ, hogy mi van leírva az indokolásban. Köszönöm Mária, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfőreger újra találkozzunk, iratkozzatok fel a Kasszakúcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekeltiteket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Stolcsa Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra. Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.